Igen, beteg vagyok, és nem megy gyógyszerek, meg szerek nélkül. Az ő betegségének a konkrét neve az, hogy borderline szindróma, és itt tényleg a családot viseli meg nagyon. Van ez a k***a betegség 10 éve, amit nem tudok leküzdeni, hogy jön a pánikroham magától. Az indulatait nem tudja kontrollálni. Tehát ez a betegség, ez pont az olyan, hogy az indulatait nem tudja kontrollálni. Ez nem olyan, mint mikor eltörik a karod és begipszelik. Ezt itt kéne rendbe tenni, itt kéne kitakarítani. Szereted? Nagyon! Nagyon, igen, el nem tudnám képzelni nélkül az életem, viszont nagyon sokszor van úgy, hogy tényleg azt mondom, hogy Úristen. A Három Igazság Plusz mai vendége Gáspár Győző és felesége Beasszony. Tominál meg a szabályok. Először Győzi, te választhatsz a borítékok közül, ebben vannak a mi kérdéseink, és ugyanezeket fogjuk ugyanebben a sorrendben föltenni majd Beának is. Igen, és minden boríték igazság megválaszolására 7 perced lesz, az a Tomit fogja mérni, és neked is van egy igazságod, amit mi nem tudjuk, hogy mit írtál. De majd kiderül a végén, melyik szint választod Győzi? Nézzük a pirosat. Pirosat, Edinka. Kérlek szépen, Edinka. Na nézzük. Én nem jön ki. Szagas. Na igen. Mi az igazság? Mi a véleményed a párod karrierjéről? Óra indul. Hát a párom karrierje az zseniális. Kinőtt engem is, hála jó Istennek. Én általam lett nagy, én általam lett sikeres, de úgy, hogy benne volt a műsoromban, de az, hogy ő konyhafőnök lett 2017-ben saját magának köszönheti, és azóta saját maga önmaga, nem kért tőlem egy forintot, se nem kell neki segíteni semmiben, és azóta önálló karrierje van, megjelent 3 könyve, sőt most már a 4. készül, és azóta rendületlenül megy előre. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és tényleg elképesztő, amit ő megcsinált, és azóta a gasztroba egy angyal lett, rengeteg fesztiválra jár, ő már 2-szer volt a Sportarénában, a Konya Fesztiválon, mint nagy sztárvendég, többször főzött már tömegek, úgy, hogy nagy tömegeknek, hogy kapott egy ilyen száj mikrofont, és főzőbemutatóra, többször vittem ma őt olyan fesztiválra, amikor csak én egy sofőr vagyok, és nem akarnak velem fotót készíteni. De nem akarnak tényleg? Nem akarok beasztani, én úgy el vagyok, aha. És akkor az van, hogy én ott ülök, és be a valaki, és hozzám oda se jön senki, de én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy tényleg kinőtt engem, és ő nem a Győzike felesége, hanem a Gáspár Bea, a Bea konyhája. Igen, de hogy nem az van, hogy ő azért még mindig a Bea asszony. Igen, a méltóságos, nagyságos, na kétféle megszólítás van, van a Bea asszony 2 évvel, és van a nagyságos Dés asszony, ez a két. Igen, az egész onnan indult, hogy Győzike show. Igen. Akkor onnan tehető az egész. És akkor, de már ott is főzött ő. Főzött, de olyan szinten, mint amit tanult az elmúlt 5 év alatt, hogy olyan szinten azért az elmúlt 5 évben nagyon-nagyon sokat tanult, és hát azért most már nagy nevek közé tartozik. Hát, 2 kérdés robban belőlem. Egyrészt, jól főz? Nagyon. Úristen, nagyon. És a legszebb dolog az, hogy most utoljára 100 embernek főzött, és azt gondoltam. De neked is főz? Nekünk is igen. És azt gondoltam, hogy 100 embert nem tud olyan ízűen megfőzni, ahogy megfőz 5 emberre, meg 10 emberre, és igenis tud. Nagyon tud. Tésztakba zseniális, olyanokat gyúr. Az, hogy most az idén cukrász lett, megvan a bizonyítványa, olyan süteményeket tud, olyan keltésztalkot tud, olyan dolgokat tud, hogy zseniális. Nagyon tud, gyerekek. Risottót Magyarországon 2 ember tud főzni, az egyik az Szél Tamás, a másik pedig Gáspár Balla Beata, mert mind a ketten azt állítják, hogy a risottót nem szabad ott hagyni, mert a risotto olyan, mint a kisbaba, és kavargatni kell, és nem szabad egyet. Igen, igen. A risottóban te is jó vagy. A Bea risottóban zseniális, gyerekek, a Bea a főzésbe verhetetlen. És a lányok? Hát Evelyn, ő 2020-ban lett Masterchef, ő nagyon tud főzni, de nem akar főzni. Virág pedig a héten olyan pizzát sütött, gyerekek, hogy komolyan mondom,
hogy hazaértem, és azt gondoltam, hogy valahonnan hoztak, a virág nagyon tud sütni, és nagyon tud főzni, viszont a virág sem szeret főzni. Szeret főzni, csak nem úgy, mint az anyjuk, hogy megcsinál. Virág egy hónap egyszer neki lát, de zseniális. Tradicionális roma kajákat tudnak főzni? Tradicionális roma kaják? Hát a vérükben van. Hát gyerekek, cigányok, olyan töltött káposztacsa van nekem, Evelyn virág, de olyan töltött káposztacsa van, hogy hát magyarok nem tudnak. Meg a mi pörköltünk attól pörkölt, hogy mi ma. Meg vannak ezek a nangone humer, a csinado humer, amit csak mi tudunk cigányok csinálni, ahogy szaggatjuk azt a tésztát. Mind a két lány tud, de nem akar, a Bea meg zseniális. Ő meg nagyon tud, és még akar is. És te mit szeretsz a legjobban, Győző? Én a halakot, a fist. Én megtagadtam magamtól a húst 2005-ben. Már olyan is? Igen, 2005-ben. Ezt pont egy nap beszéltük, hogy milyen kövér voltam. Én nagyon-nagyon-nagyon kövér voltam, és megtagadtam magamtól a húst, és most voltam ilyen főző, amikor öten összeállnak, a celebek főznek, és mindenki elcsodálkozott, hogy hát a Győző nem eszik húst neki. Én bárhol vagyok, én a halakba jó vagyok, de ha otthon van ilyen, hogy töltött káposzta, meg én megmondom őszintén, egy bevásárló központba végig sétáltam 2005-ben, megláttam a hűtőpultba a disznócombot, megláttam a karajt, megláttam a lapockat, meg ezeket, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy nekem ez nem kell. Jó azért hisztéria, mert azért van. Én egy héten egyszer mindig megveszem ott az M3-as elején magamnak a halat, és azt mindig behoztam. Elmesélted a történetet, ahogy Bea önállóvá vált tulajdonképpen. Így van. Ki a főnök? Ő a méltóságos dísasszony, ő a főnök. Ha ő leordítja a fejemet, akkor én nekem már 8 órakor, mint a héten agyba kell lennem, és kusba kell lennem. Ha ő azt mondja, hogy nem mehetek, és van egy 50. születésnap, mint a múlt héten, hogy tényleg ma hetek óta készülök rá, és elküldték a meghívót, és őnek ez nem tetszett a meghívóba, ez nem tetszett neki a meghívóba, és ezért nem engedett el engemet, és ezért nálunk nagy háború volt, és már 7:30-kor azt mondta, hogy fürödjél meg, és feküdjél aludni, én meg, mint a kis hülye gyerek, lefeküdtem aludni, mert hát ő a főnök, muszáj elolvastam a meghívót, mert meg fogjátok érteni. Kedves Győző, szeretettel válok az 50. születésnapomból rendezett partira, vacsorára kocintása. Mely ezentúl hölgyek nélkül tartjuk. Rendezvény helyszíne Nyíradony, blablablablablab, kúria, hölgyek nélkül tartjuk. Na, én ezt a meghívót megmutattam neki, és onnantól kezdve azt mondta, hogy nem nyitja sehova, hetek óta, hónapok óta, évek óta készülünk rá csapatba, hogy 50. szülinap. Én is azt gondoltam, hogy meghívjak a családot, de így döntöttek, és tényleg Nyíradonyban a legnagyobb kúriában mindenkinek volt szobája, én szépen fel is keltem, vettem előtte a arénában egy szép kis ruhát magamnak, hogy csinosba menjek, vittem rövid nadrágot, hogy másnap reggel felkelek, és akkor meg fürdőzünk, és ez úgy nézett ki, hogy nem engedett. És a háború az olyan még mindig, mint amit mondjuk a győzikesokban láttunk? Olyasmi, csak most ír egy, hát most... Hangosak vagy? Hát nem mindig. Vagyunk hangosak, olyasmi, hát csak én olyan kis csicska vagyok. Jaj, de hogy nem mondtam ki ezt a szót, amit szokott rám mindig mondani. Na. Jaj, olyan csúnya szó. Na. A többiek is mondják mindig a barátaim, hogy annyira becsicskulta, és becsicskulta. De nem volt ez mindig így, én azért a győzikes ideje alatt... De így volt mindig a győzikes ideje alatt, mert meg volt írva a forgatókönyvet, játszottuk és azt csináltuk. De ez mindig úgy volt, hogy te mindig, voltál a mindig így alárendet, és igen, mindig, de jó ez így. Tudod, miért jó ez így? Mert ma rég akkor nem csak gyógyszerfüggő lennék, hanem ma... Ez tudjátok miért jó? Mert az én életem az arról szól évek óta, és most már megvan a dátum is, hála jó Istennek, hogy most már 6 hétre megint zárt osztályra kerülök, és már erről olyan szinten tudunk a családba beszélni, meg otthon mindenkivel, hogy már nekünk ez természetes, hogy már mikor elmegyünk egy 6 csillagos cancuni hotelbe Mexikóba, és az anya, a két gyerek lemegy a tengerpartra, és az apa pedig fennmarad a szobába, behúzza a függönyököt, és kirakja az ajtóra, hogy ne zavarjonak, mert egy olyan rohamot kaptam, amikor Evelyn azt mondta, hogy na, már megint apa ezt a nyaralásunkot, Virág jön, na, már megint ma bedepressziózott, már ezért kellett jönnünk, igen, ezt én vállalom, igen, én ezt kezeltetem, mert
Itt van a fülembe. Itt van a fülembe. Nemrég meghalt egy közös ismerősünk, egy celeb. Azért nem mondom ki a nevét, mert mindenki tudja. Nem vállalta fel azt, amit én felvállalok. Nem vállalta fel, és most hol van? A földbe van. Maradt két gyerek. És mikor én megtudtam azt, hogy ő meghalt, azon a bizonyos pénteki napon, én akkor olyan dühös voltam rá, hogy ő nem mondta el senkinek, és én elmondom itt kamerák előtt, mindenki előtt, hogy beteg vagyok. Igen. Beteg vagyok. Igen, nagyon beteg vagyok. Igen, elmegyek a szanatóriumba, kikapcsolom a telefonomot, igen, megkapom az órarendemet, és ott élek a többi emberrel, az alkoholistákkal, a drogosakkal és a gyógyszerfüggőkkel. És igen, mikor azt mondja a tanárnő, hogy házi feladatot kell készíteni, és azt mondja a tanárnő, hogy mit szeretsz magadban, egy oldalon írd rá, és holnap be kell adni, ezek olyan tanárnők, akik pszichológusok. És én igenis megtaláltam azt a kezelést, igenis elviselhetetlen vagyok, igenis a szőnyegen találtak meg múlt héten begyógyszerezve, és igenis egy ilyen emberrel kell élni a Gásparné Balla Beatának, és igenis az Evelyn hazajön látogatóba, és azt látja, hogy az apja megölelni, és az apja szőnyegen fekszik, mozdulatlanul, igen, én vagyok, és beszélek róla, igen. Muszáj erről beszélni, mert azért, mert mi itt vagyunk a tévében, igen, Berki Krisztián után muszáj ezeket most már kimondani. Mert Krisztián nem merte senkinek kimondani, mert fölvette az ingét, fölvette a drága óráját, és ha eljött volna ide a műsorba, azt mondta volna, hogy minden szép, nem. Én a múlt héten szétgyógyszereztem magam. 7 szem gyógyszer helyett 20-at szedtem be. Mert lelkileg olyan gyenge vagyok, hogy ez borzasztó. Ha apukámhoz fordulok, megtagad. Pont azt írtam le arra, amiről most beszélek. Pont most írtam azt le oda, hogy én szeretem, ha szeretnek. Mert a Bea oda jön hozzám, állandóan lekiabál. Mert mindenki azt mondja nekem, apám azt mondja, hogy jaj, mert közszereplő, agyarra ment, ez élet függő. Jó, egyedül megértett engemet anyósom meg apósom. Mert a múlt héten is rám jött egy roham, de ki akarom magam kezeltetni. És ez meg kellett találni azokat az embereket. Én voltam a nyírőben, voltam itt. Én az összes zártosztályt megjártam. Nekem volt olyan zártosztályom, hogy nem emlékszek arra, amikor Bea hazahozott, és azt mondta, Győző, 2 hétig te bent voltál. Mi van? Arra emlékszem, hogy a Hungária körútra emlékszem, meg arra emlékszem, hogy hazaértük, és mondja, hogy 2 hétig te nem voltál velünk. Igen. Nagyon-nagyon beteg vagyok. Nem tudok vezetni. Nem ülök a volán mögé. Nem tudunk egy Horvátországot úgy megcsinálni, hogy az apa, az anya megül mellettem. Ez röhelyes. De egy Horvátországot úgy csinálunk végig, hogy elkezdi Evelyn, Virág középen, és Bea befejezi. Ezt szoktam mondani mindig a Jóistennek, hogy... Mert én minden vasárnap, én ha reggel 6 órakor érek haza a Hackney-ból vasárnap, akkor is az első, hogy mindig katolikus szertartás szerint, majd ezt a Bea el fogja mondani, rá fogtok kérdezni, hogy nekem a vasárnap az a Jóistené. A vasárnap az Jézusi. És mindig azt szoktam könyörögni neki, hogy drága Jóistenem, annyi mindent adtál nekem az életembe. Annyi mindent kaptam tőled, én lehettem Magyarország Gáspár győzője, szeretnek, gyűlölnek. Annyi mindent kaptam, és azt szoktam mondani nekem mindig, hogy Győző, nézd meg Bekemet. Nálunk is minden nagyon gyönyörű, de beteg vagyok. Már nem azt mondom, mint 3 éve, hogy bolond vagyok, hogy függő vagyok, hanem azt mondom, hogy gyerekek. Múlt héten elkezdtük volna a forgatást, és fölhívtam a TV2-t, hogy elnézést kérek, de én nem megyek. Begyógyszereztem, és utána pedig, mikor kitisztultam, akkor azt éreztem, hogy Úristen, most szét tudom magam tépni, Úristen, most mit csináltam, Úristen, most hogy könyörögjem magam vissza, és ezt eljátszottam 2. nap is, és 3. nap is. Mert reggel fölkelek, és alig várom, hogy este legyen. Boldogok a lelki szegények. Én annyit tanultam most az utolsó addiktológiai intézetben, hogy mikor a doktornő behívta az összes beteget, és mondta, hogy most egy olyan betegünk érkezik, akiről nem szeretném, hogyha posztolnátok, nem szeretném, hogyha megírnátok a családnak, és nem szeretném, hogyha elmondanátok. És életemben először éreztem azt addiktológiai intézetben, mikor úgy indulunk, hogy nagy csoport, körbeülünk,
és fel kell állni, Gáspár Győző vagyok, Salgótarjánból jöttem, és ez a betegségem. És elmertem mondani a vadidegen embereknek, és ezekkel az emberekkel együtt élek heteken keresztül, és ahogy jó viselkedek, visszakapom a telefonomat, ahogy jó viselkedek, már kimehetek venni magamnak üdítőt és csokit, és ahogy jó viselkedek, ötödik hét után hazaengednek. És én olyan jól éreztem magam ott most utoljára, hogy azt mondtam Beáéknak, hogy adják meg nekem azt, hogy szeptember-októberben nem érdekel a forgatás, nem érdekel az, hogy pénzt keresünk, hanem adják meg nekem azt, hogy reggel 6-kor ébresztő, gyógyszerosztás, 7-től 8-ig reggeli, 8-tól 9-ig, aki amilyen hitet hisz, oda csatlakozik, van katolikus, van református, reggel imádkozunk azért, hogy Istenem ad meg nekünk, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, utána jön a nagy csoport, mikor mindenki ott ül, utána jön az ebéd, jön a kis csoport, utána megint imádkozunk, és este pedig már az van, hogy az feladatot kell készíteni. És én most találtam meg ebben az intézetben azt, hogy ma nagyon sok helyen voltam, nagyon messze van. Egyedül szoktam lemenni, mert le kell küzdenem azt, hogy vezessek. Na most hiába mondom nektek, meg a nézőknek, hogy megyek az autópályán, és föl kell hívnom Beát, hogy Bea, az autópálya ketté szakadt, kiszállok, megnézem, hogy az autópálya tényleg ketté szakadt, és azt látom, mint a filmekben, hogy az autópályai ketté szakadt, és leblokkolok, és nem tudok tovább menni, és fölhívom a doktornőt, és a doktor mondja, hogy Győző, nyugi, eltelik 40-50 perc, én járkálok felle, és megpróbálok elindulni az autóval, hogy leírjek az intézetbe. Tudom, hogy most nem ez volt a kérdés, nem ez volt a mondani való, mi az autópályán most felfelé végigveszekedtünk emiatt. Sajnos, ez három igazság plusznak indult ez a beszélgetés. Szerintem tök mindegy, hogy mi a mi igazságunk, tehát innen ez már lényegtelen. Hallgattalak, Győző, és roppantul nem tudok, most valószínűleg valami nagyon okosat kéne mondanom. Azokra a dolgokra, amiket elmondtál, tehát ezt nem szeretném megélni, nem szeretném érezni, nem szeretném gondolni. És tudod, mi lehet a legszörnyűbb? Mert ahogy mondtad menet közben, és ez égett belém, hogy valójában egy vágy van benned, hogy téged szeressenek. Valójában azt gondolom, hogy téged szeretnek, Győző. Jó, csak van ez a kurva betegség 10 éve, amit nem tudok leküzdeni. Amit nem tudok leküzdeni, hogy jön a pánikroham magától. Hiába ülök be gyönyörű autóba, elkap. Hiába főz be a finomakot, hiába megyünk el nyaralni. Ez nem olyan, mint mikor eltörik a karod és begipszelik. Ezt itt kéne rendbe tenni, itt kéne kitakarítani, és ez a legfontosabb, hogy itt kéne kitakarítani, és nem megy. Évek óta nem megy. De kicsit se jobb? Kicsit jobb 2 hónapig. De mikor az apád, a saját édesapáddal próbálsz békülni is, és bejön a lakásba, és kiröhög téged, és azt mondja, hogy hát a Zsolti az nagy ember, hozzád képest egy senki vagy. Akkor ott összeromlott 2 hónapos kúra, 2 hónapos kezelés. Mert ha nem az apád, akkor ki? Mert azt ugye rajongók azt írják a Facebookon, hogy jaj, de jó, ma megint öngyilkosságot követett el, de jó, meghal, jaj, de jó, nem tudom, mivel lesz jobb nekik. Mert ezekkel nem foglalkozom. Hát ne is. Igen, beszélek róla. Mert muszáj beszélni. Mert azok a sztárok, akik erről nem beszélek, és nagyon sokan vannak. És már voltak olyanok, akik itt ültek. Vannak, és nem merik elmondani, mert ő nekik szép az ingük, mert ő nekik drága az óra. És tehát tudod, hogy elmondod, jobban érzed magad? Igen, mert nekik is el kell menni kezelésre. Nem, hogy te elmondod, attól te jobban érzed magad? Jobban, sokkal jobban, mert ezt mondta a doktor, hogy nem mondjuk el, akkor magunkban van, és akkor megint mi jön? Jaj, kössük fel magunkat, és dögöljünk meg. És akkor halljunk meg. És kinek lesz rosszabb? Beának, mert nem lesz partner, nem lesz, aki segítsen neki, meg a 2 gyerek abban fog szenvedni, hogy úristen, apám öngyilkos lett.
A szép életem van. Az életem az, ami a munkám, az életem. Igen, beteg vagyok. És nem megy gyógyszerek meg szerek nélkül. Képzeld el, hogy ilyenkor általában ugye azt szokták kérdezni, akik mondjuk kevésbé éreznek bele a te helyzetedbe, hogy jó, de mitől, meg mi baja, meg csak játszik. Ugye volt is már példa, hogy akár a nyilvánosság előtt is ez elhangzott veled kapcsolatban, elnézést is kértek utána az érintettek. Én csak azt szeretném mondani, hogy mi most először beszélgettünk erről, és amikor elkezdted az egészet, Laci, te nem láthattad onnan, én figyeltem a kezedet, amit olyan erőteljesen szorítottál görcsbe, és ide raktad az öletbe, hogy egyszerűen az a mozdulat, az mindent elmondott. Tudod, mit mondok neked, Győző? Egyrészt nagyon hálás vagyok neked most ennél a beszélgetésnél, mert szerintem ezzel a beszélgetéssel nagyon sok embernek segítettél, és segítesz. Egyetértek veled. Ezt csak kibeszéléssel lehet. Nem akartam magad... én erről beszélni, gyerekek. Oké, Győző. Szerintem, de még egyszer, ennek vannak szakemberei, én nem vagyok szakember. De abban biztos vagyok, hogy a felismerés az első komoly lépés. Az, hogy az ember azt tudja magának mondani, hogy valami nincs rendben. Anélkül, hogy ez a felismerés megszületne, anélkül ugye ezeket a problémákat nem is lehet orvosolni. Egyrészt köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Másrészt szerintem én tartom magam hozzá, hogy téged szeretnek. A családom, igen. Hiányzik az, hogy gyerekek, hogy apa elfogadjon meg az a kis, hogy fogalmazzak, mert ő azt mondta, hogy most úgy üzen nekem, hogy ő most hogy is írt nekem? Mert azt nem tudja Zsolti, hogy először mi volt a sarga, a zöld, a narancssarga, vagy a rózsaszín, először én voltam. Én általam lett be asszony, Evelyn Virág, én voltam. Én betettem őt a műsorba, utána én nem tudtam elmenni Evelynnel az Ázsia Expressbe, és azt mondtam neki, hogy Zsolt, menj el helyettem én, elküldtem helyettem, és nézd meg, most meg már mindenhol, ahol tud, kifúr, meg megfúr. De nem baj, csak baj, mert a testvérem, mert egy anyától származunk. És azon dolgoztál, vagy gondolkoztál, hogy miért alakult ez így? Hát gondolkodtunk, most volt anyuk annak az évfordul a temetőbe, és a temetőben olyan szinten, ott édesanyámnak a sírján olyan szinten elküldött engem a jó kurva. És akkor apa már mit szólt, ő is, meg kint volt az egész család, mert mi úgy akartunk menni, hogy ne találkozunk velük, de hát ők is kint voltak, és akkor azt mondja nekem, hogy nem is leraktuk a virágot, szépen csönd volt, és akkor megszólal, hogy apu, mikor költözöl már el? És ez direkt nekem szólt, hogy mikor költözöl már? És én annyira nem bírtam, és akkor én azt mondtam, hogy te, minek költözzön el apám? Apámnak van háza, meg lenyúltad az örökséget, te, szerencsétlen. Erre befogta a szalmat, hogy menjünk, mert ebből balhé lesz. És akkor apám mondja neki, hogy maradjon csöndben. Apámnak van egy háza, amit anyukám halála után magára íratott mindent. Meg elvett apámtól a vagyont, akkor minek jöjjön hozzánk? Apámnak döntött, mikor volt a vagyonmegosztás, hogy kire mit hagy, Zsoltira hagyott mindent, akkor lakjon ott. És akkor direkt azért, hogy ő engem, hogy apám mikor költözze hozzám, apám ne költözze hozzám. Apám lakjon ott, ahol lakik, és akkor direkt kötözködik, meg mindenhol próbál engem elárasztani. Győző. Igen. Meg akarsz gyógyulni. De mégis szenvedek. Ilyen hülyeségeken, hogy a testvérem tönkre akar tenni, meg apám ellenem szegül. De várjál, ha meg akarsz gyógyulni, akkor én azt gondolom, hogy elmondtad az utat, amire azt mondod, hogy hatékony, ahol szakemberek tudnak segíteni. Igen, segítenek is, de mikor a saját apád neked jön, vagy a testvéred, akkor szétromboljak azt, ami felépült. Hát mert én ilyen vagyok, én sajnos ilyen vagyok. Hogy bent vagyunk a TV2 büféjébe, és akkor szépen ebédelünk a Beával, és ő megérkezik, és hangosan, sziasztok, hello, megérkezett a Farmos Zsolt. Hát tudjuk, hogy ki ő, hát tudjuk, hogy honnan jött, tőlem jött. Egy köszönetet nem kaptam még soha. A felesége ki nem alhat minket. Hát ki nem alhatnak minket.
Utolsó találkozásunk 4 évvel ezelőtt volt, mikor felvágtuk a tortát, és üzen nekem, hogy fölhívott engem este, hogy szégyeljétek magatokat, mert 4 szelet tortával többet ettetek a Gabica születésnapja, mint amit akartunk adni. Na most akkor miről beszélünk? Nem tudom, mi van velem, de valami ízi rám jut, hogy mondjam, olyan dolgokat mondok, ami máshol fizettek volna. Ez van, gyerekek! Nem baj! Most rám jött, de amúgy meg boldog vagyok, mert van a Gáspár Virág Réta, aki itt ül ki, aki múlt héten érettségizett, fantasztikus, és gyerekek, minek jelentkezett? Ezt azért muszáj elmondani, mert én olyan büszke vagyok rá. Az apja miatt pszichológusra jelentkezett, és voltunk fent az idén a Sportarinában, van ez az Erasmus, jól mondom, jól ejtem ki? Van egy ilyen program, igen. Akkor eljöttünk, nem ez a, amikor sok iskola ki vannak állítva. Ja, igen, egy ilyen kiállítás. Ilyen kiállítás is mondta, hogy pályaválasztási. Igen, apa, gyere velem, és akkor elmentünk két olyan egyetem előtt, ahol direkt mutatta nekem a pszichológus, és akkor kérdezem tőle, hogy Virág, miért ennek jelentkeztél? És egy szóval azt mondta, hogy apa, azért, mert én leszek az, aki meggyógyítanak. És hát most már várjuk nagyon a pontszámokat, nagyon-nagyon várjuk, és hogyha tényleg ez sikerül, és a Gáspár Virág pszichológus lesz, és az apját meg tudja gyógyítani, akkor sok mindenkit meg tud. De ez a legjobb bizonyíték annak, hogy nem neked van igazad, hanem nekem, mert téged igenis szeretnek. A három igazságban, legalábbis annak a plusz külön kiadásában, az szokott a szabály lenni, hogy két vendég van, és mind a két vendég ugyanazokat a kérdéseket kapja a három igazságunk a borítékokba. Most azonban az élet egy picit ezt átrendezte, mert előbb a férjeddel Győzővel beszélgettünk, és szerintem mind a hármunkat valójában egyszer csak a kérdés alapján egy ilyen önvallomás lett belőle. Beszélt a betegségéről, de nagyon hosszasan és nagyon részletesen. Egyrészt megrázó is volt, másrészt én azt javasoltam magunknak menet közben, hogy ezeket most felejtsük el, mert... Nincs kérdés? Valójában nincs kérdés. Volt egy kérdés, a legelső. Igen, az én kérdésem volt, igen, hogy mi a véleményed a párod karrierjéről. És nagyon és szépen, nagyon helyesen szépen elmesélte, hogy milyen büszke rád. Hogy túlnőtted őt, ő szerinte. Igen. Mert hogy a konyhafőnöknek köszönhetően a gasztrovonalon te fantasztikusan jól el vagy, és teljesítesz. Meg hát valójában magadnak köszönhetően, igen. És aztán átváltott, és elkezdte mesélni, hogy ő nem érzi jól magát. Hát és ez így finom. És ezért utána félrezett. Ez így finom, mert... Hát jó. Mert tényleg egy nagy beteg ember. Nekem mondod, tehát igen, én tudom. Ez a legnagyobb dolog egyébként, és most a végére ugrok, annak, amit mondott, a lényeg az volt, hogy szerintem legalább a kulcs megvan, mert ő maga mondja, hogy beteg. És addig, amíg ezt valaki nem mondja ki, hogyha ilyen problémával szenved, szerintem ott nincs is a gyógyulásra esély. Te jössz be a... Nagyon nehéz vele együtt élni, mármint a betegségével, és az, hogy ő ilyen vehemens ember alapjáraton, amikor még nem volt ez a betegsége, akkor ilyen tök jó szimbiózisban éltünk. Most is, csak most nagyon sokszor van nekem, itt idegfeszítően sokszor van az, hogy ő elmond mindent 1000-szer. És hát az ő betegségének a konkrét neve az, hogy borderline szindróma, és itt tényleg a családot viseli meg nagyon. Tehát ez olyan, hogy sokszor azt gyűlöli, akit egyébként szeret. Tehát, de utána rájön, hogy tulajdonképpen ő esze, és akkor utána elnézést is kér, csak tudja, hogy már olyankor későn van. De nagyon sok embert nagyon sokszor megbán, de ő annak tulajdonképpen
az igazságérzete nem engedi azt, hogy ő nem mondja ki azt, amit gondol, és nincs rajta egy olyan kontroll, hogy most csomagolok. Tehát most van egy olyan igazság, hogy mit tudom én most mondok, amit beáll most ezt a ruhát nevet fel, mert olyan öreg, ezt így pacekben megmondja, beáll most ez olyan öreges, ezt hova akarod ezt fölvenni? Tehát ő nem mondja azt, hogy esetleg egy másik ruhával nem próbálkozna, ha megkérné le. És ezt ugyanúgy más embereknél is. Hogy nézel ki? A kinézetre arra nagyon ugrik, és mindenkit meg tud így sérteni. Meg úgy általában is vannak olyan megnyilvánulásai, amit más nem tolja. Én még igen, tehát nem tudom, meddig tűrök még, de nagyon sokszor meg annyira hálás és annyira jó fej tud lenni, és olyan, tehát a humora mai napig, ezt azt mondom, hogy itt a világ legjobb humorú embere, és olyanokat tudok vele nevetni, kacagni, hogy tehát az fölülír mindent. Mióta tart ez? Juhuhuhuj! Úgy intenzívebben egy olyan 5-6 éve, lehet, hogy kicsivel több. Amióta orvosi segítsége is van, hát az konkrétan olyan, nem tudom, azt mondom, 2012? Hát olyan 10 éve, igen. 10 éve? Igen. Szerinted, mert mindenki, hallod, Laci, mindenki azt kérdezi, hogy hát de nincs semmi baj, hát most miért? Hát most ez egy ilyen ember, akinek megvan minden, ez miért pánikbeteg? Miért beteg? Miért szed ennyi gyógyszer? De gyógyszerfüggőség az? A gyógyszerfüggőség az maga egy nagy betegség. Tehát ez már egy második fokozat, nem? Tehát, hogy... Igen. És most ő azért szed egy harmadik gyógyszert, hogy ezekről leszokjon. Tehát leszokjon. Tehát hogy? Gyógyszerrel a gyógyszerről nem fog tudni leszokni. Mert óhatatlanul adódik a kérdés. Szerinted ez visszavezethető a ti közszereplésetekre? Nem csak oda. Ez gyerekkori probléma. Igen? Tehát ez szerintem... Ez már ott kezdődött neki ez a probléma, és sokszor azért volt ingerült még annó, amikor elkezdett, mit tudom én, így frontint szedni, vagy nem tudom mit. Persze anyukája adott neki, mert anyósom is gyógyszerfüggő volt, hogy az anyukája az szerintem jobban szerette az öcsét, tehát a Zsoltit. A Zsolti volt otthon, ugye a kisebb fiú, és akkor ő volt az ilyen. Mindenben, jaj, kisfiam, így, jaj, Győzőnek mindegy, hát ő már nagy, ő nem, hát egy évvel öregebb csak szinte. És onnantól fogva, hogy elindult a show, ott nem állt mellette a családja, és neki ez volt a rossz. Tehát most a gyereket, ha próbál úgymond saját életet élni, és egy saját, úgymond, hát egzisztenciát és anyagi hátteret magának biztosítani, mert addig, ameddig nem indult el a show műsor, hiába volt a romantik, tehát a romantikból Győző nagyon sokáig, ezt így most nem tudom, hogy publikus-e, de az eredeti verzió, amikor az állt fönn, ugye, hogy az eredeti romantik, akkor nagyon sokáig Győző csak 6000 forintot kapott haknénként, és akkor az volt az összes, hogyha volt egy héten egy hakni, akkor az egyszer 6000, és még ő feljutott Budapestre a tank, az 6000 volt, tehát az ilyen zéró. És amikor már így jobban, tehát lecserélték az eredeti tagot, és akkor jött a Völgyi Zsuzsi, és amiután elindult a mostani felállás, ami még most is élő romantik, akkor volt az, hogy a Győzőnek emelkedett a gázsia, de még mégsem annyi, amiből egy 4-tagú család, egy nagy családi ház, egy benzinrezsi, az, hogy mi vidéken maradtunk, és a Salgótarján Budapest azért az 120 kilométer, akárhogy nézzük, oda-vissza 240, tehát azért nagyon sok olyan rezsie van az embernek, aki vidéken él, és Pesthez köt minden, hogy azért ott kell a pénz. Közben ugye azt lehetett látni folyamatosan, hogy hopp egy Ferrari, hopp egy, ez szerep volt? Igen. 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 Tehát, és a Győzőnek... Tehát nektek is hétköznapi, persze, anyagi életet kell. Igen, itt volt egy havi apanázsunk apósoméktól egy X összeg, amiből ezekre a dolgokra tellett, viszont olyanra, hogy most egy saját gondolat, ha például most én azt gondoltam volna ki, hogy mit tudom én, holnap új egg-cajtot szeretnék a konyhámba, akkor az nem jött volna megvalósulni, mivel nem volt rá anyagi lehetőségem, és én nem dolgoztam, én otthon voltam még annó ugye először az Evelinnel egyesen, és akkor utána a Virággal, és ennyi volt az életem, tehát én szó szerint háztartásbeli voltam éveken keresztül a Győző mellett,
És amikor adódott a lehetőség, hogy esetleg tudunk némi saját pénzt szerezni, akkor anyósom szerintem azért nem örült ennek az ötletnek, hogy akkor ha mi önállósodunk, akkor nem úgy táncolunk majd, mint ahogy ő fütyül, és ez be is jött. Tehát akkor onnantól fogva már teljesen a feje után ment Győző, és nem hallgatott senkire. Akkor ezek szerint, hogyha a folyamatot göngyöljük föl az évek, most már évtizedek alatt lassan, akkor a te véleményed szerint van egy családi vérvonal, amelyik része annak, ahol most a Győző tart. Részben van, én továbbra is. Hát figyelj, a sajtó által tartott, tehát nem a közmédia, hanem ugye a bulvár által az a presszió, ami éveken keresztül, hogy valamit mégis kéne írni. Hát kiről ilyenek, akit sokan néznek, ott ugye annó azért nézettségi rekordokat döntögetett a show műsorunk, és hát persze természetesen róluk írtak, és akkor Győző folyamatosan gyártott azt a sok fiktív hülyeséget, ezt most szó szerint vegyed, tehát sok fiktív hülyeség volt legyártva a sajtónak. És ne utána már, amikor keveredik a valóság, hogy most ez valóban megtörtént, vagy nem, vagy inkább csak olyan, hogy ezt most leforgattuk, és nem is emlékszünk rá, és amikor a tévében nézzük, akkor mi is így, tényleg? Tehát akkor ez is hatással kellett, ezért hogy legyen. Ezért lehet, hogy most kevésbé, vagy vannak, akik nem hiszik el azt a Győzőnek, hogy ő beteg? Igen. Mert korábban hát sok fiktív hülyeséget gyártott. Igen, a sok fiktív hülyeség után, tehát nem azt mondják, hogy ez következmény, hanem azt mondják, hogy ezt is kitalálta, pedig ezt nem találta ki, tehát a mai napi kezelés alatt ám. Fejlődik? Gyógyul? Hát én azt veszem észre, hogy ő akar. Tehát ez jó, hogy ő akar, persze. Mert ez, hogyha valaki rossz tanuló, és a tanár látja, hogy akar, átengedi. Tehát én ezt így leokézom, hogy ok, ő akar gyógyulni, és ő neki az jó, amikor lemegy Gyulára kezelésre, egy-két hét, három hét, megszakításokkal csinálja, és akkor ő neki ez jó a lelkének, tehát mentálisan is jobban jön haza. Csak aztán megint rázúdul az a dolog, ami így itthon van, és nagyon sokáig nem tudja kontrollálni. És ilyenkor ő nagyon, hogy mondjam, ő azt nem tudja, az indulatait nem tudja kontrollálni. Tehát ez a betegség, ez pont azzal jár, hogy az indulatait nem tudja kontrollálni. Szereted? Nagyon, igen, el nem tudnám képzelni nélkül az életem, viszont nagyon sokszor van úgy, hogy tényleg azt mondom, hogy Úristen. Hogy a francba bírom én ezzel az emberem? Amikor már én is megkérdezem, mi a szart eszek rajtad? Nem értem magamat, amikor már gyerekek is, anya, nem kéne már elválnotok? Hány éve? Nem, hány éve? 29. De hogy? 29. Mert egyébként abból, amit a Győző mondott, és szerintem azzal, amit most mondott, és ahogy mondott, sok embernek segít. Hogy szembenézzen azzal, hogyha valami nincs. Sokan rendben. Egyébként nem ismerik fel azt, hogy problémájuk van. Igen. Sokan nem ismerik fel, és hajlamosak azt mondani, hogy a pia, a drog, a gyógyszer, ez mind olyan függőséget okoz, amit nem is gondolunk, hogy Úristen, most jó, most megiszok egy felest, jó, most csak egy csíkot szívok, vagy mit tudom én, még ezt a gyógyszert beveszem, és mit tudom. De ez lehet fájdalomcsillapító is, hogy valaki minden nap mit tudom én, bevesz 5 fájdalomcsillapító, az ugyanolyan gyógyszerfüggőség, mint a frontin, meg a különböző antidepresszánsok, csak ugye más hatása van. Hát egyetlen egy visszatérő volt abból, amit a Győző mondott. Egy mérhetetlen szeretetéség. Tehát ki is mondja, tehát ahogy te mondod, ő mindent kimond, hogy egyszerűen üvölt az emberek szeretetéért. Nagyon szeretné, ha mindenki szeretné őt, de mondtam, hogy olyan ember nincs, akit mindenki szeret. És fogadja el, hogy nem szeret mindenki minket. Ennek kapcsán akartam azt kérdezni még, hogy a család az ilyen helyzetben hogyan tud segíteni neki? Vagy érdekes módon, amikor támadják a Győzőt, vagy fordítva támadják a Zsoltit, akkor megvédik egymást, de úgy egyébként meg nem, tehát mindenki azt hiszi, hogy ez is kitaláció, nem, egyébként nem nagyon vannak kommunikációs kapcsolatok, tehát nem nagyon kommunikálnak, ám bár szomszédok vagyunk. Egy fal választ el minket,
A család az úgy segíti, hogy inkább már csinálunk egy ilyet, hogy hagyjad, hagyd mondja, de amikor már 20-szor mondja, akkor már inkább a gyerekek fölmennek, én még végighallgatom, de nem be, de igazad van, és akkor megint újra. Tehát ilyen megértőnek kell lenni? Igen, az, tehát, hogy így, igen, megértőnek kell lenni. Minden, most beszélgetünk a győzőről, de te hogy vagy? Te hogy viseled ezt? Akkor nehéz, amikor együtt dolgozunk. Tehát mi nagyon sokat vagyunk úgy együtt, hogy együtt forgatunk. És amikor együtt forgatunk, akkor nehéz. Akkor nehezebb. Amikor csak úgy otthon vagyunk, akkor minden olyan pik-pak van. Tehát akkor megvan az, hogy szia Győző, hogy vagy Győző? Jó van Győző? Jó vagy be? Oké be? Így úgy amúgy? Jó, este lefekszünk? Szia. Tehát így ilyen általános kommunikációban létezünk, tehát akkor nem vagyunk így ennyire. Meg az a jó, hogy marha nagy házunk van. És hogyha most nekem bajom van, jel tudok vonulni, meg ő is, és ez sokat segít szerintem. Viszont vannak olyan pillanataim, amikor én sem elpattanok. Tehát van olyan, igen. És akkor viszont ő tudja, hogy ma én nem bírom, és akkor csöndbe marad. Érdekes, akkor amikor már nekem van végem, akkor ő csöndbe marad, és azt szerintem érzékeli, hogy most túlment egy kicsit a célon, és akkor most jobb, ha befogja, és akkor befogja. Jó bulás, gyerekek. Azt gondolom, hogy nem így kezdtük ezt a beszélgetést. Nem gondoltuk, hogy ez fog belőle történni. Hát most képzeljétek el, egyébként elmondok egy érdekes sztorit. Fölkértek az Ázsia Expressre, de úgy, hogy mi ketten menjünk, és én egyáltalán nem nagyon akartam menni, sőt, én határozott nemet mondtam, és amikor mondták, hogy de miért, mert én mondtam, hogy én a Győzővel tuti nem megyek. Hát én ott én hazajövök is, egyenesen megyek a bíróságra, és beadom a vállópert, mert én azt nem fogom bírni, hogy non meg a stop a Győzővel legyek. Reggel, este, délbe, mindig, állandóan is, még közben forog is. És mondtam, hogy én amikor forog a kamera, én akkor sem fogom magam tudni visszatartani, tehát én akkor sem disztingválok, hanem ugyanúgy mondom a sok sületlen hülyeséget, és akkor mondom, utána nagy nehezen felépítettem egy brendet, és mondom, az szarra fog majd menni, amikor lemegy adásba. Úristen, mondom, én ezt nem akarom. És mondta Evelin is, meg Virág is, anya, ne menjél, mert apa, ne menjél. És Győző annyira győzködött, hogy hát próbáljuk ki, hát most mi lehet? Hát mondom, mi lehet, max elválunk, hát most ennyi, jó, akkor legyen meg a te akaratod, gyerünk. És elmentünk, és olyan szinten most le is kapogom, nagyon jó a kapcsolatunk, hogy tényleg nagyon jó. Az egymásra utalt. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert ehhez a munkához, ami előtt álltok. Hát van még mind dolgozni. Köszönjük. Köszönöm én is. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.